Míg a legtöbben már a karácsonyi ünnepekre készülnek, a nyíregyházi atléták elkezdték a felkészülést a 2024-es versenyidőszakra. Az idei év sikeres volt a nyíregyházi sportcentrum számára, 5 atlétájuk is ott volt a budapesti világbajnokságon. Jövőre Rómában Európa-bajnokságot rendeznek, oda 4-5 sportcentrumos versenyzőnek van esélye kijutni. Vannak olyan szakágak, ahol októberben elkezdődött a munka. Így például az ugrószakákban Bakosi Peti már Németországban készül, ott edzőtáborozik. Most mennek edzőtáborba Dóriék Ciprusra, illetve Rebrand Máté Portugáliába, és még akire számítok, a Szikszai Robert diszkoszvetésben, aki szintén az Európa-bajnokságon, de olimpián is esélyes a részvételre. Akik itthon maradnak, azok sem panaszkodhatnak, hiszen minden adott ahhoz, hogy jól felkészüljenek. Még a Robi is, már Szikszai Robert, aki diszkoszvetőként készül, hiszen van egy fedett dobócsarnokunk, ahol hálóba tudnak dobni, és a súlylökőknél meg természetesen olyan körülmények vannak, mint a szabad téren dobnának. A futókról meg nem is beszélve, tehát bármilyen idő van, nagyon jól tudnak készülni, és biztosított minden lehetőség számukra. A budapesti VB-n 20 kilométeren egyéni csúcsot gyalogló Helebrant Máté több külföldi edzőtábort is beiktatott a felkészülésébe a minél jobb szereplés érdekében. Vasárnap utazunk az első meleg éghajlati edzőtáborba, a szokásos portugáliai helyünkre. Itt egy 3 hetet fogunk eltölteni, aztán az ünnepeket, illetve január elejét itthon töltjük, és ha minden jól megy, akkor január 20-án utazunk ki szintén ugyanerre a helyszínre, illetve lehet, hogy kétszer is, mert az első fontos verseny az majd március vége fele lesz a békésebbi országos bajnokság. Ez egy nagyon fontos állomása lesz a kvalifikációnak, szóval ezt mindenképpen jó lenne jól teljesíteni. És utána beindul majd a nyári versenyszezon, a két fő versennyel, az Európa-bajnoksággal és ugye a végén az olimpiával. Nyáron mindenféleképpen el fogunk menni egy spanyolországi magaslati edzőtáborban. Idén először voltunk ezen a helyen, és így az a világbajnokság idejéből kiindulva nagyon bejött nekünk, nagyon sokat tudtam ott fejlődni, és ezt szeretnénk megismételni idén is. A Nyíregyházán és Szombathelyen készülő Kerekes Dóra Cipruson edzőtáborozik majd a következő napokban. Volt egy átmeneti időszak, így október és november között, illetve múlt héten kezdődött az alapozás, jövő héten pedig Ciprusra utazok a szombathelyekkel, és ott folytatjuk az alapozás keményebb részét. A tervek szerint jövőre is az atlétikai centrum ad otthont a fedett pályás országos bajnokságnak, így a nyíregyházi atléták hazai környezetben vághatnak neki a versenyévadnak.